kastélyi környezetben nyitotta meg kapuit a Bambara Hotel, amely egyediségével, magas színvonalú szolgáltatásaival és páratlan kényelmével hívja fel az ide látogatók figyelmét. A szálloda afrikai hangulata a titokzatos fekete kontinensre repíti a vendégeket. Mesélszép környezetben a Bükk lábánál nyitotta meg kapuit a Bambara Hotel, amely mindenképpen egyedülálló, hiszen egy különleges stílust, afrikai stílust képvisel. Miért pont ez? Valójában csoportunknak a múltja, elmúlt 10 éves története ösztönzött minket abba az irányba, hogy mindenképpen egy újabb tematikus, egyedi hangulatvilágra építkező szállodát valósítsunk meg itt a Bükkben Eger mellett. Az Egerszalóki Mesés Sirasz Hotel, ami közel most már 10 éves működéssel bír, Észak-Afrika közel-kelet hangulatvilágát és ráépített szolgáltatás rendszerét kínálja a vendégeinknek, és valójában a vendégek ösztönöztek minket abba az irányba, hogy jó lenne egy másik, hasonlóan tematikus, de más hangulatvilágra építkező szállodát is megépíteni. Akkor hoztuk meg azt a döntést, hogy maradunk Afrikánál, de Afrikának talán egy másik oldalát próbáljuk megmutatni, fekete Afrika hangulatvilágát, azon belül pedig nyugat-afrikai hangulatvilágot igyekeztünk megépíteni és működtetni. Minden, ami látható, minden, ami benyomást gyakorol a vendégekre, az legyen erősen Nyugat-Afrika. Amit viszont használunk napi szinten, az legyen kényelmes, az európai kényelemnek 4 csillag superior kategória besorolásnak megfelelően elvárható. Hány szobával üzemelnek, és milyen felszereltségűek, milyen színvonalúak a szobák és az apartmanok? Valójában a szálloda közel 6000 négyzetméteren, 66 szobával, 300 fős rendezvénykapacitással épült meg és üzemel. Nagyobb rendezvényeken a résztvevőket a Mesés Sirasz Hotelben, Egerszalókon és a Bambara Hotelben együttesen tudjuk elszállásolni és kiszolgálni, hiszen a két szálloda egymástól csak 16 km távolságra van. A ráépített wellnessünk az közel 1000 négyzetméteres két szinten, és valójában a 4 csillag superior kategória besorolásnak megfelelő árpolitikával és besorolással üzemelünk, de 5 csillagos kategória kiírásnak mindenben megfelelünk. Mégis mondjunk egy pár adatot a szobák felszereltségéről, az apartmanok felszereltségéről. Mit tapasztal a kedves vendég, hogyha... Majdnem minden szobánk más hangulatvilágra építkezik. Egy pici különbséget minden szobában tettünk. Például a megépített falak, amelyek az ágyak mögött találhatók, minden szobában különböző, minden szobában kézzel készül. Vannak afrikai és kevésbé afrikai, vagy afrikai szobák. Ezek jellemzően a fürdőszobában megépült falrendszernek, botos álmenyezetnek köszönhetők, de természetszerűleg, ami ebben a kategória besorolásban elvárható, mindaz a vendégek rendelkezésére áll, a kényelmes bio matracok mellett a fotelek, a hajszárító és a fürdőköpeny bekészítés, illetőleg a szaunaszeánszokhoz szükséges fürdőlepedőket szintén a szobában készítjük be a vendégeink számára. És van egy nagyon szép wellness részleg. Ott mi várja a vendégeket? Igen, hát a wellnessnek elmondhatom azt is, hogy bátran merem azt mondani, az országunk egyik legkülönlegesebb és véleményünk, illetve vendégeink véleménye szerint is legszebb szállodája itt egy felső tárkány van, a Bambara Hotel. A wellnessnél nagyon fontos volt az, hogy két külön szinten igyekeztünk kialakítani szolgáltatásrendszerünket. A földszinti részen közvetlen erdei kert kapcsolattal található spánk, egy gyönyörű, nagy, nagyon sok funkciós élménymedence és gyerekmedence mellett egy különleges dogonfalut mutat be, ahol szaunavilág, rőzsés, sókamra, aromakamra és mindenféle olyan különleges szolgáltatást igyekszünk kínálni vendégeinknek, amely tőlünk csak távolabbra, nyugatra található meg. Nem is magyar kivitelező, hanem ezt a világ egyik vezető osztrák wellness technológiai cége fejlesztette és készítette el, míg a beauty, illetőleg a wellness, a rekreáció és a masszázsokat egy teljesen külön tetőtéri szinten kínáljuk a vendégeknek, amely gyerekmentes övezet, 14 év alatt gyermekek itt nem tartózkodhatnak. Ezen a szinten van 6 különböző kezelőnk, pezsgőkáddal, fürdőmedencével, mindenféle különleges kezelőegységekkel. Van egy nagy kandallós, 100 négyzetméteres körpanorámás pihenő részünk, illetőleg egy gyönyörű tetőteraszunk, ahol kültéri szaunát és kültéri pezsgőfürdőt üzemeltetünk. Mi is tapasztaltuk, hogy családbarát ez a hotel, hiszen van egy gyereksarok, tehát azért erre is törekedtek. Igen, nagyon meghatározó a Szurikáta udvarunk,
amely szintén nagyon különleges és egyedülálló. A szobák közé beékelődött egy belső udvar, amelyben körülbelül 200 négyzetméteren egy négytagú szurikáta család él, amelynek a mindennapjait a gyerekeink előszeretettel szeretik megfigyelni, bár azt kell, hogy mondjam, hogy a felnőttek is van, úgyhogy fél óra, órát időznek az ablakok és a bekukucskáló lyukak előtt. Ezen kívül található két gyerekszoba az épületben, a nagyobbak számára egy külön elkülönülő egység, a kisebbek számára pedig egy olyan egység, amelyet a bár és az étterem fog közre. Ez is szintén rendkívüli, hogy a bár és az étterem közé helyezik a pici gyerekeknek szóló gyerekjátszót, de ez pont azzal a célzattal történt, hogy a vendégek, hogyha gasztronómia terén elveszkedni szeretnének, és a várunk szolgáltatásait is késő esti igénybe szeretnék venni, akkor a gyerekekre rá tudnak nézni, de közben ők is jól tudják magukat érezni. A hotel fel van-e készülve a konferencia turizmusra? Igen, meghatározó. Ugye ma Magyarországon hétköznapi időszakokban szállodát költeni főképpen korporét vállalati vendégkörrel lehet. Az egyéni vendégek inkább szünet időszakában és hétvégére érkeznek. Egy 300 fős rendezvénykapacitású konferencia központtal rendelkezünk, amely a régióban a szinte az egyik legnagyobb. Valójában 5 hangszigetelt teremrendszerünk van, és a teljes teremrendszer összenyitható az éttermünkkel, ezáltal egy közel 600 négyzetméteres teret tudunk kapni, ahol akár 300 fős gála jellegű ültetett vacsorát is tudunk vendégeink számára biztosítani.